Drága Tamás, köszönöm szépen, hogy elfogadtad erre a kávéra a meghívásomat. Én köszönöm. Egyébként erdészként a koránkelés a jellemző rád? Én azt gondolom, hogy az egész erdész szakmára mondhatjuk meg így az erdész szakemberekre, hogy valamelyes korábban kellők kicsit próbálunk a természettel együtt ébredni, ezt lehet mondani talán. Ez mit jelent? 4-5? Hát vannak, akiknek akkor kezdődik esetleg a munkanapjuk, de az, hogy 6-kor azért felkeljen egy erdész, és megkezdje a munkanapját 6-7 körül, az teljesen helyén. Helyén való és elvárás. Igen. Gyakorlatilag akkor a kávé az jól jön, gondolom, ilyenkor is. Abszolút, de főleg akkor jön jól, amikor az ember, mondjuk, hogyha ember erdőbe megy ki reggel, és ott kezdi a reggelt, akkor nem biztos, hogy kell a kávé, mert akkor az erdő, meg az a erdei levegő, az az oxigéndús világkörnyezet, az úgy abszolút felébreszti az embert, feltölti az embert. Na de amikor visszajövünk esetleg az erdészházhoz, akkor lehet, hogy egy kicsit átlendüljön az ember az irodai munkába például, ahhoz jót tesz egy kávé. Igen, ott már nem árt, hogyha felveszi az ember a ritmust, mert az erdőben, egy kicsit beszélgettünk előtte, ez nem titok a nézőink előtt sem, azt mondtad, hogy az erdőben valahogy lelassul az ember, hogyha képes arra, hogy fölvegye az erdő ritmusát. Az erdő az nem rohan. Igen. Ami rohan, az a város, azok az emberek, akik rohannak. Most egy kicsit a klímaváltozás is rohan, erről majd biztos fogunk beszélni. De igen, az erdőben egy ilyen sokkal ilyen nyugodtabb légkör van. Nyilván ezért is keresik föl több millióan évente. Mennyien erről van kimutatásotok? Ezt egyáltalán számon lehet tartani, hogy hány magyar ember látogat ki az erdeinkbe? Az erdők látogatottsága és az ezzel járó feladatok az teljes mértékben az erdészeti szakmának most már része lett, tehát ezzel is teljes mértékben foglalkozunk. Mi azt úgy hívjuk, hogy ez a közjóléti rekreációs része az erdőnek, és ennek is, ez is a munkánk részévé vált itt az elmúlt, azt mondhatom, hogy 1-2 évtizedben, és Budapest környéki erdőket több 10 millióan keresik föl évente, tehát hogy a több 10 milliós a látogatottsága, de nem nagyon tudok olyan szegletét mondani az országnak, ahol nem jár ember az erdőben. És az igenis jó, és igenis örülünk neki mi is erdészek, hogy járnak az erdőben az emberek. Tavaly a pandémia például számos olyan esetet hallottam, hogy ugye ott hétköznap is kijöznek az emberek. Igen. Mondták az erdész kollégák, hogy hát igen, most már nagyon örülnek neki, hogy tényleg, hogy ennyien keresik fel, és ennyien érdeklődnek, és ennyien látják az erdőben a feltöltődés lehetőségét. Sokan ott tanultak meg biciklizni tavalyi évben. Az meg... nem baj? Nem. Tehát, nem gond, jó. Az erdei sportolásnak is abszolút megvannak a fele, és próbáljuk például ebbe az irányba is vinni a szemléletformálást, hogy a erdei sportolóknak szemléletet formáljunk, és megmondjuk, hogy hogyan lehet az erdőt igazából úgy használni, hogyha lehet így mondani. Igen, akkor, hát tudja szóval, de más... Hogy az erdővel harmóniában, tehát ez hogy mindenkinek megvan a helye az erdőben, és ott vendégek vagyunk mi emberek. De hogy látod, vagy hogy látjátok, az emberek értik, hogy miért fontos az erdő, miért fontos az embereknek is, vagy akár az egész ökoszisztémának? Én most már kimerem jelenteni, hogy ha nem is értik, de érzik az emberek, és mi meg teszünk azért, hogy értsék. Igen. És most ezért próbálunk tenni minden korosztályt, próbálunk megszólítani szemléletformálással, az erdők üzeneteivel, az, hogy megismerje mindenki az erdőt, mint életközösséget, meg az erdőknek a szolgáltató képességeit. Tehát az erdőktől nagyon sok mindent elvárunk, és ezeket általában ilyen szolgáltatásként úgy tekintünk rájuk, amivel egyrésztről nincsen gond, csak mindezt mi erdészek mondjuk tudjuk, hogy hogyan lehet ezt fenntartható módon, úgy, hogy ezt a szolgáltató képességet ezt fenntartsuk, és adott esetben gyarapítsuk is, hogy hogyan lehet ezt csinálni, és erre próbálunk mindenkit ösztönözni, hogy és kicsit mindenkit erdészé akarunk tenni. Jaj, de jó. Ezt így szoktuk mondani. Most remélem, hogy ez ebben a beszélgetésben is megvalósul. Nekem meggyőződésem, hogy innen úgy fogunk elmenni egy óra múlva, hogy ez kicsit
lehet, hogy te egy kicsit erdész leszel, Én nagyon nagy nyitottság van erre. Én igazi városi lány vagyok, viszont tényleg az van, hogy érzem azt, hogyha eljutok akár csak egy kisebb erdőbe, vagy itt igen Budapest környékén, hogy öröm, tudom, érzem a lelassulást. Érzem a lelassulást, én egy őrült pörgésben vagyok. Mert most velem való beszélgetésben? Igen, te egy fa vagy. Egy gyönyörű, nem, egy gyönyörű kegény, na tényleg, hogy közöttben. És a gyerekekre, mert hogy tudom, a gyerekekkel is foglalkoztok, és nekik is igyekeztek átadni mindenféle programokon keresztül. Hogy látod, hogy bennük megvan már a fogékonyság, vagy mindig is megvolt a fogékonyság, vagy most talán még erősebb? Hát most mondhatom nekünk erdészeknek, ez egy töltekezési pont is az, hogy látjuk azt, hogy a gyerekek mennyire fogékonyak, mennyire célzottan meg lehet őket szólítani. Például mi az Országos Erdészeti Egyesületnél csinálunk ilyen erdei vándortáborokat például most már 5. éve, és idén is 6500 gyerek táborozott, ilyen 20-25 fős csapatokba járták be Magyarország erdeit. És látjuk azt, hogy aki mondjuk már 3.-4. éve jön egy ilyen táborba, az teljesen másképp viszonyul már az erdőkhöz, otthon érzi magát. Tehát, hogy egy hétnapos táborban például a 2.-3. nap már elfelejtik a mobiltelefont. A kutyiket, úristen, ez ahogy jó, hát nyilván, tehát hogy nincs is térerő nagyon sok erdőben. Hála Istennek! Tehát ez nagy segítség, de az, hogy teljesen az otthonuk lesz az erdő, és az lesz a komfortzónájuk. És engem nagyon bánt, amikor leírjuk a mai fiatalokat, azzal, hogy bezzeg 20 éve, 30 éve, stb. Hogy akkor mennyivel élhetőbb volt az a világ, meg mennyivel fogékonyabbak voltak a fiatalok, de ez nem igaz. Nem a fiatalok voltak fogékonyabbak, hanem valóban könnyebb volt, mert nem volt ennyi elektronikus. Nem volt ennyi inger. Na és ez az erdőben teljes mértékben lelassul egyrészt, tehát vagy az ingerek mennyisége, nem is mondom azt, hogy csökken, de teljesen más az ingerek. És mondjuk, hogyha a madárszótól kell a rovarig, a pocsolyának a világáig mindent úgy észrevenni, az is rengeteg inger. Ezek mind az erdőnek a része, ugye, mert mit gondol az ember? Igen, és ezek az nem... erdő az fa. Sok fa. Sok fa összessége, de pont erre akarunk rávilágítani mi ezekkel akár kommunikációs kampányokkal, hogy nem erről szól az erdő, hanem az egy iszonyatosan összetett életközösség, és egy gyönyörű életközösség, amit mi sokszor erdészek is azt hiszünk, hogy minden részleteig ismerjük, de aztán következő reggel hajnalban kimegyünk az erdőbe, és tud valami újat mutatni. És ez valami nagyon szép az erdőben, meg az erdővel való foglalkozásban. Úgy képzelem, hogy talán a lelkiállapotunktól is függ, hogy éppen mit mutat az erdő, hogy mit hoz ki belőlünk, hogy milyennek látjuk. Mit engedünk, hogy mutasson nekünk az erdő, talán ezt nem mindegy, hogy milyen lelkiállapotban megy ki az ember, de az biztos, hogy egy ilyen nyugodt, higgadt lelkiállapotot azt el lehet érni az erdőben. A magyarországi erdők fogynak, Tamás, és ezt azért kérdezem direkt így, mert én úgy tudom, hogy az emberek jelentős része azt gondolja, hogy hát itt fogytak az erdők. Ez érdekes, hogy mi is készítettünk még egy 4 éve egy közvéleménykutatást, amiben arra voltunk kíváncsiak, hogy a magyar emberek, a társadalom mit gondol a magyar erdőkről, illetve hát kicsit arról is az erdészek tevékenységéről. És egyértelműen az jött ki, hogy nagyon pozitívan állnak, nyitottak az erdők felé az emberek, de például a tudás az sok esetben hiányos, így például ebben a kérdésben is, hogy fogynak-e a magyar erdők, vagy csökken-e a magyar erdőterület. Arra egyértelműen azt mondta a válaszadók nagy része, hogy bizony csökken, pedig... És igaz? Nem. Nem. Nem igaz. Az elmúlt 100 évben Trianonkor 11%-os volt a magyar erdősültség, most 22%-os. Duplázódott azok. Igen, tehát megduplázódott, és ez folyamatosan növekszik, és tehát ez a célunk, ez a vágyunk, hogy ezt az erdősültséget, a fával borított területeket, azokat növeljük, és ezért teszünk minden nap, és kicsit ilyen jó, például ez az együttműködés is, amit... Erről mesélj, kérlek, igen, ez az Ültessünk Együtt Fát, ez a neve, a fenntartható jövőért, és ebben az OMV is részt vesz. Tehát ez egy közös dolog, amit együtt találtatok ki, egy spontán beszélgetés. Igen, ez egy teljesen... nem ennek indult a beszélgetés, de egy
fél óra, óra múlva gyakorlatilag kiukadtunk erre, és ez is kicsit azt mutatja, hogy, hogy ez mindenkinek fontos, az erdők, vagy egy-egy fa ügye is. És ezért lehetett, illetve lehet most is vásárolni ezeket a vouchereket, és ezeket ezek után mi egy-egy fát, fa elültetését. Ha veszek egy darab ilyet, akkor az azt jelenti, hogy én miattam ti ültettek egy fát? Igen. Komolyan? Igen. Ötöt kérek, majd mindjárt megyek és veszek, komolyan. Tehát, hogy ez egy nagyon jó dolog. Szeretném, hogyha ezt minél többen hallanák, meg minél több emberhez eljutna. Mert nem gondolják szerintem, hogy ők maguk átlagemberként tehetnek bármit is, akár azért, hogy még több legyen az erdő terület Magyarországon. Igen, de nem is kell akár, szóval nem is kell nagyon drasztikus dolgokba tenni. Szóval nem is kell nagyon drasztikus dolgokra gondolnunk akkor, amikor az erdőkért szeretnénk tenni. Tehát, hogy az első lépésként például bőven elég az, ha mindenki rászánja az időt az erdőre, és kimegy az erdőbe. Komolyan, már azzal teszünk. Kicsit szemléli, és pont ezt, amit talán itt már említettem is, hogy ezt az életközösségre való rácsodálkozást, meg erről az összetettségre való rácsodálkozást, ezt így megengedi magának az ember, hogy az erdő megmutassa ezt, akkor ezzel már tettünk egy lépést az irányba, hogy az erdőkért tegyünk, mert az erdő az mindenkinek az életében valamilyen szerepet játszik. Hogyne. És ezt szerintem mindenki, legyen az akár egy bankár, akár egy pedagógus, akár egy műsorvezető. Igen, tehát egy, igen. Tehát mindenkinek van valamilyen módon felelőssége az erdők felé, és ezt legjobban akkor ismerjük fel, hogyha egy erdőben meglátjuk azt a gyönyörű összetettséget. Mi az, ami nektek most a legnagyobb kihívást jelenti, akár a klímaváltozással kapcsolatos elvárások tekintetében? Mert úgy gondolom, hogy sokan elvárják most ott, akár az erdészektől is, vagy el tudom képzelni, nyomást helyeznek rátok, hogy még több erdő, még több fa mindenhova, a várost is minél több fával megtölt. Ezt abszolút érezzük ezt a fajta elvárást, de ezzel a fajta elvárással mi egyet is értünk. Tehát, hogy ezt nem ilyen teherként éljük meg, hanem ezt inkább ami a legnagyobb gondot jelenti, az, hogy a mi erdészek több évtizedes, de akár évszázados távlatban gondolkozunk. Amikor azt mondtam, hogy kicsit erdészé akarunk tenni mindenkit, akkor ezt a gondolkodásmódot is szeretnénk kicsit másban elültetni. És ebben az évszázados gondolkodásban, vagy évtizedes gondolkodásban, ebben az a nagyon nehéz most, hogy a klímaváltozás az napról napra hoz kihívásokat, és egyre nagyobb kihívásoknak kell eleget tennünk, de igazából nem is az a gond, hogy nekünk, hanem az erdőknek. Így van. És mi erdészek abban segítjük a magyar erdőket, hogy ezekre a kihívásokra megfelelő választ tudjanak adni. Uh-huh. Úgyhogy van bőven kihívás, van bőven... Szóval kicsit azt a lelassult tempót, amiről beszéltünk, ezt az erdő tempót. Tud adni. Igen. Ugye viccesen nekünk még egyetemre, mikor kezdtem, akkor azt mondták, hogy az érjünk oda minden időbe, de egyébként az erdész az sohasem siet, mert a fa is lassan nő. Ez jó, ez cuki. Ezt mondták, de egyébként meg ezt a lelassultságot, ezt nyilván nem lehet feltétlenül. Szóval most nagyon-nagyon felpörgött a klímaváltozás, az, hogy a rengeteg társadalmi igény, amivel egyébként nagy részével mi is egyetértünk, és azt érezzük tényleg, hogy egy hajóban nevezünk. Lehet tartani a tempót? Tehát, hogy szerinted még visszabillenthető, vagy megállítható? Ehhez nagyon fontos, hogy közösen tegyünk, és közösen lépjünk. Tehát, hogy ezt csak az erdészek nem fogják megoldani az erdők kérdését, nyilván. Néznek rátok úgy, hogy na, hát akkor mentsetek meg minket, gyerünk, de hát ez nem. Igen, de ezért is jó látni azt, hogy amikor például erdészeti erdőiskola hálózatunk, ott is ilyen 100 000 gyerek van egy évben mondjuk ezekben az erdőiskolákban megfordulnak, és ott ezek az üzenetek, ezek úgy beletalálnak. Tehát nyilván ahhoz vérbeli erdőpedagógusnak kell lenni, hogy egy pocsolya köré leültes 30 gyereket, és ott mutogass nekik 20-30 percig teljes néma csöndben, hogy egy ilyen pocsolya is milyen világot jelent, és milyen élővilágot.
De ezek a gyerekek utána teljesen másként tekintenek egy pocsolyára az erdőben. Igen. Mert azt is tudják, hogy ez a pocsolya, ez annak a felettük álló 120 éves erdőállománynak, bükkösnek mondjuk ugyanúgy a része, mint a felettük elrepülő fakopáncs, vagy az a szarvas, aminek ott van a nyoma a pocsolyában. Szóval, hogy ezeket kell így észrevenni, és akkor azt hiszem, hogy mindenki meg tudja találni azt, hogy mivel tud tenni az erdőket. Annyira jó, hogy itt ülünk egy benzinkúton és erről beszélgetünk. Komolyan én érzem ezt, hogy meg lehetne csinálni azt, hogy ez kiegyensúlyozódjon, hogy ez a jó arányban legyen itt a Földön, felhasználunk üzemanyagokat, de közben igenis vigyázunk arra, hogy a szén-dioxid kitermelést, azt a fák el tudják nyelni. Tehát, hogy nekem tetszik ez az együttműködés nagyon. És te magad is mondtad ezt, hogy ilyen érdekes, hogy erről beszélgetünk itt egy benzinkúton. De mondjuk az autókra gondolom ugyanúgy szükségetek van erdészként is. Tehát, hogy annak hasznát veszitek, hogy ott közlekedni tudjatok. Talán jól mutatja a felgyorsult világot is, hogy nyilván azt az erdész munkát, azt mondjuk 100 évvel, de akár még néhány évtizeddel ezelőtt is el lehetett látni például lóval. És akkor lóval, lovas közelítésekkel, vagy az erdész lóval járta be a kerületét. Szép. Erre mai napig, tehát hogy most is van rá példa, hála Istennek, tehát hogy már csak hagyományőrzésből is van egy-két erdész, aki ehhez tartja magát. Jó. És ebben van valami rettentő romantika. Igen, de emellett a romantika mellett pedig azért azok az erdészek, akik lóval járják az erdőt, azok sokkal jobban érzik azt a lelassultságot, és azt a sokkal többet látnak. De minden mellett az állattal összekapcsolódva, tehát abszolút, de tény, hogy az autó az nekünk is egy elengedhetetlen munkaeszköz lett, úgyhogy ezt használjuk. Még azt mondd meg nekem, hogy amikor az erdész járja az erdőt, akkor ő valójában mit figyel? Tehát tudod, én erdész akarok lenni, milyen jó dolga van, csak sétálgat az erdőben is, bölcseket mond, mint régen a szomszédokban, ugye? De hogy ez valójában mi a munka benne, még azon kívül, hogy sétál és néz? Igen, nagyon-nagyon összetett az erdész munkája, tehát most már azt is mondhatom, hogy sok esetben ugye akár az irodai munka is, pont azért, mert annyi elvárásnak, igénynek kell megfelelni, illetve az erdőknek annyi mindent ki kell szolgálniuk, hogy ezt nem lehet csak erdőben sétálással megoldani. Tehát a turistautaktól kezdve a közjóléti létesítmények, az erdeiskola üzemeltetésén keresztül. Tehát ezek már sokkal inkább napi feladattá válnak, mint mondjuk egy-két évtizeddel ezelőtt. És tehát ez is kicsit bennünk átrendeződik, hogy mivel foglalkozunk nap mint nap. De kötelességünk az erdőről, igazából minden egyes fáról mindent tudni, hogy az erdő egészségi állapotáról, ha esetleg a klímaváltozás kapcsán megjelenik egy kártevő, bármilyen, akár egy rovar, akkor annak ugye minél előbb azt észrevenni, és ennek a jele akár lehet az, hogy egy hatalmas erdőállományon belül van az egyik fának, van fenn egy csúcsszáradás, vagy néhány összepöndörödött levél, abból már az erdész... Ez olyan, mint egy diagnoszta. Abszolút. Tehát ez egy orvos. Igen. És utána kicsit, tehát tényleg az van, hogy az erdőket segítjük, hogy választ tudjanak adni a klímaváltozás kihívásaira. És ehhez ugye minél gyorsabban, okay. És minél előbb kell cselekednünk. Bízom benne, hogy ezzel a beszélgetéssel is még sokakban elindítottunk valamit. Nagyon köszönöm, hogy jöttél, Tamás. Legközelebb jó lenne az erdőben találkozni. Találkozunk legközelebb az erdőben, jó? Köszönöm. Köszönöm.